A fiatalok és az irodalom kapcsolata itthon, valamint az Egyesült Államokban. Ennek témakörét járták körbe az előadók a Matthias Corvinus Kollégium soron következő előadásán. A Virginia államból érkezett Paul Morgan kutató válaszokat adott arra, hogy mennyire szorultak háttérbe a hagyományos platformok a digitalizáció megjelenésével, valamint milyen stílusokkal lehet a leginkább megszólítani a fiatalokat hazánkban és Amerikában. Úgy gondolom, hogy elég sok a hasonlóság. Az igazat megvalva több hasonlóságot találtam, mint amire eredetileg számítottam. Egy picikét megfáradtnak érzem a mai fiatalságot mindkét közösségben abban a tekintetben, hogy mit fogyasszanak. És új trendek is vannak, változnak a trendek. Egyre inkább olvasnak kortárs irodalmat, amivel sokkal inkább tudnak azonosulni. Paul Morgan előadásából kiderült, hogy egy közelmúltban végzett kutatás szerint, míg 2005-ben a magyar felnőtteknek a negyede olvasott rendszeresen könyvet, addig 2020-ra ez az arány drasztikusan csökkent. Az adatok ugyanakkor rávilágítanak, hogy a fiatalok, valamint a középfokú vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a budapestiek és nagyvárosban élők jóval többet olvasnak az átlagnál. Az érdeklődők pedig amellett, hogy érdekes adatokat ismerhettek meg az amerikai és magyar irodalom fogyasztási szokásokról, nyelvtudásukat is bővíthették. Nagyon sokan jönnek Amerikából, Angliából, Németországból, különböző országokból, és nekünk is, a Székesfehérvári Központnak is érdekesek lehetnek ezek az idegen nyelvű előadások. Ez egyrészt a témája miatt is érdekes, másrészt pedig az itt lakók, az itt tanuló diákok, hiszen most nagyon sok diákunk jött erre az előadásra, ők pedig végre élesben kipróbálhatják azt, hogy is állnak ők azzal a nyelvtanulással. Az MCC-ben legközelebb majd 2024. januárjában várják az érdeklődőket, de akkor már egy másik helyszínen.